Sziasztok, megérkeztünk a Hungarogumihoz. Egyébként 100 méterre vagyunk attól a műhelytől, ahol az én versenyautóm is van. Megérkeztek a fenyeim, de hogy is jutottunk el idáig, amikor ugye volt ez a momos ózés kis körutazásunk, akkor beszélgettünk sokat az ózé racinges, hát ott nagyobb bacska emberekkel, és aztán olyan szerintem egy kicsit szimpatikusak is voltunk az egész kis magyar sztorink, hogy úgy döntöttek, hogy megtámogatnak minket három garnitúra Ozé Ultra Ledgerával, a Hungarogumin keresztül, ez így nagyon örülünk, hogy megvalósult. Itt vagyunk, menjünk be, aztán vegyük át. Hello! Hello! Jó napot! Hello! Na, szia! Sziasztok! Csá! Menjünk! Aki esetleg nem ismerné, Ricsi Tő Ricsi, a Hungarogumi ügyvezetője. Vele voltunk kint az úton. Igen, és ittunk sok grappát a Momónak a... Égisze alatt. Égisze alatt, így van. Igen. Na. Hát jött neked felni. Én úgy hallottam. Így van. De hát sajnos el kell traktunk. Na, efélye megoldjuk. Hát kell, felmászok ott van. A legtetején? Igen. Ez jó lesz. Igen, hát de van targonca, jó, segíteni fog a helyzetben. És melyikkel fogjuk tudni levenni? Hát gondolom, ő tudi, igen, ő a magas emelésű. Jó, aha, és akkor itt nem egyenesen ülök, hanem fél oldalazvert, ez hát, egyre jobb. Igen. Tudtátok, hogy az első targoncák 1-9 TD-ik voltak? Mármint, hogy a TD-ik az a targoncákban debütáltak, úgy tudom. Csak így hozzátettem. Ezek elektromosak lesznek, úgy látom. Hupany be. Jó. Jó, ezt mindig nyomni kell. Föl le. De majd itt egyébként lesz egy kis cifraság is, dönteni nem kell, ezzel tudod a döntést, de nem kell magadra húzni, mert az be van állítva egyébként, az úgy jó lesz. És akkor ugye, ami még neked fontos, a kitolás. Értem. Ugye ezzel kell majd kopra rá kell állnod a izére, teljesen kitolva, nem fogsz tudni. Arra kell majd még figyelned, hogy ugye itt van a két lába. Igen. Tehát ugye ezzel kell majd megközölnöd, ott konkrétan ugye magát az állást, és akkor ezzel szépen vissza tudod húzni, és teljesen középen kell emelned majd a raklapot, de azt majd ugye úgyis megnézzük. És akkor álljunk oda szerintem akkor ugye. Jóha, te csík, meneküljük. Nem megyek előre. Oda néz. Norbi, én a vigyorodban látom, hogy egyébként, ha ez a hegyi felfutás nem jön össze mégse, akkor még... Én itt folytatom. Meg van felvétel mindig, úgyhogy... Már egy kicsit ráfordulunk. Igen. Bazd meg, várjál, nem jó. Cifra lesz, hogy nem visszaszedni egyébként. Ja, várjál, ráfordulok, és akkor tudok menni arra is, ugye? Igen. Hú, hát ezt is innen látni, hogy ez... Hát, necces. Hát, igen, egy kicsit... De a villán is tudsz majd állítani, valamennyit tudsz azzal korrigálni. Az jó. Ez lehet pont elég lesz. Még mehetsz. Na, ez most így már szuper. Jó, állj meg. Tedd egyenesbe, mielőtt bármi. Igen, menjek most szerint. Most nem vagy egyenesbe teljesen, még egy picit ugye húzza rajta, és akkor most indulj el befelé, de nézed fönt, hogy ugye milyen magasan vagy, mert hogyha hozzáér a raklaphoz. Igen. Szuper. Jó, és akkor most lent kell figyelned, mert ugye itt meg hozzá fogsz érni a lentjel, most itt már mehetsz ott, jó. Még mehetsz. Oké, és most tolt ki a villát. Na. Még egy kicsit mehetsz. Jó. Oké. Visszábrándjuk. Hány felét törtél el szerintem most így első? Na, de van ez véve. Ezzel most emelj rá. Magam felé emelek? Magad felé, aha. Jó, mehet még. Jó, nem kell több ma ott már, ezért jó. Okay, és akkor ezzel magam felé kihúzom. Igen. De lassan. Lassan. Jóban izgulok, mint a Norbi szerintem. De figyelj, ez nem fog ránk dőlni, ugye? Ez nem. Szerintem ennek elég nagy súlya van itt az alján, ilyen tőke súlya. Hát, vagy 50-50. Na, igen, jó, ennyi. Jó. Ennyi, na most akkor nyomj egy rükkit.
Na, egyszerűbb lesz. Na, ő úgy akar, hogy fel. Így is mind, jó. Így is jó, oké. Így is jó. Tetszik, hogy forog, ahogy. Igen. Mehetünk. Szerintem itt tényleg leengedem, aztán így elhagyjuk kézbe, jó? Jó. Csúcs. És akkor most enged le. Akkor szép bal szélső, ugye? Aha, és akkor lefelé. Lehet, hogy nem ezek azok. Ja, de akkor azért jöttél te teherautóval, először megpakoltatod Norbival. Igen. Hát mert el kell vinni egy-két dolgot, úgyhogy jó, ha segít. Jó, és itt vigyázz, mert ugye ennél lentel nem tudod rakni, ugye. Puhítom. Jó, és ennyi kb. Én azt akartam kérdezni, nem nyitunk ki valamit? De. Na úgy egy, van, egy. Hogy ugye 8 van, ami egyszínű, és van igen. 4, ami ugye azt hiszem 8 az a... Ez a matt grafit? Igen, a többi meg krisztál titánium a maradék. Akkor nézzünk meg egy grafitot, meg egy krisztál titánt. Ez már például ez pont grafit, szerintem a felső is. Azt álljuk majd az esőszetnek, a sötétebbet, és a világosabbakat, meg a száraznak. Jó, nézzük. Pedig még nincs december 6, meg 24. Wow. Az nem megy rá egyébként a Mondeóra? Hát némi nyomtávszersítőre szükség lenne, meg a... Egy módosítóra. Módosítóra is. Te gyúrsz mostanában? Hát így lightosan, mert... De most nem, hát ez nem... Ez, hát meg ez nem nehéz. Ez nem nehéz és erős. Ezért jó. Ezt nevesszük róla. Szóval nálad mérjük már kíváncsiakra, hogy mi az, hogy nem nehéz. Ugye, mi a különbség a mostani meg? Nagyon jó, nagyon szép. Nézzünk meg egy másikat is, tegyük egymás mellé őket. Itt a kupak. Ó, nézd, matricák! Igen. Ez majd a szélére kell. Úgy, de jól néz ki. Ez az autós léleknek a matricák, az mindig jól esik. Ezt tudom, hozok neked szízomra. Hát egyébként majd kell. Ez igen. Hú, de szép az is. Jó. Hú, az de jó. Rökkék ebbe is bele a kupakot. Hát ez nem megy bele. De most bele ment. Most jó. Nem baj? Megbocsátjuk neki. Jó, de szép. Na? Nem fog vele merni menni, mert hogy megkarcolódjon. Jó, nagyon szép. Próbáljak rám az autóra. Mit szólsz? Menjünk. A prémium AZ Meister tájlekenő anyagok a legzordabb körülmények között is maximálisan teljesítenek. AZ Meister tájlekenő anyagok az Onix autótól. Na, megérkeztünk a műhelybe, itt van mellettünk az új meg a régi Felni. Felrakjuk azért mérlegre is. Itt van az új. Ügyesen kitámasztod a sütével. Hát ilyen 9 alatt van egy picivel, ahogy így most látom. 9 környéke. Így tudom, hogy így a holdponton megállítom. Nézzük a másikat. Hát az ilyen kerek 10. Talán egy picivel fölötte. Tehát egy picivel azért nehezebb. Meg hát nyilván egy ekte versenyfelni az élő jóval erősebb is lesz. Hát tegyük fel, nézzük meg, hogy jár rajta. Szerintem ne is ezt, hanem az ezüstöt. Igen. Alatta lesz. De figyelj egyébként, mit csinálsz itt közben ezzel a...
röpkávító. Hát persze ez még csak ki van gitelve, meg csak így elkezdtem visszacsiszolni, meg nincsenek is hozzá célszerszámi, meg semmi, csak így YouTube-ról így megpróbálom őket rekonstruálni. A sárvédő az már fóliázható, azt nem mondom, hogy kész van, mert nyilván ez egy szakembernek ez egy semmi munka, de másik oldalt már meg tudtam erősíteni. Itt egyszer ezzel fogtam egy gumit, még Ausztriába, itt el volt repedve, azt meg tudtam batikolni egy ilyen javítószettel, egy üvegszálassal, aztán üvegszálas git visszacsiszoltam, lelakkoztam, és akkor most már olyan felület van, hogy a fóliát el fogja bírni. A következő gumilassítói tudni fogja. Na, nézzük a felnét közben már. Az kúpos neked, az a csavarod? Igen, igen. Akkor jó. Ting! Igen, majd. Na, ez a... Figyelj, egy csavarral elég rajta van. Nyilván majd ez kinten fog kerülni egy nyomtávszélesítővel, azt beleszámoljuk. Mekkora pogi? Lehet, hogy egyébként valamit alárakok, és akkor kicsit rá is tudjuk engedni, mit szólsz. Valamilyen fadarabot szoktok alátenni, ugye? Uh-huh. Jó. És ugye, amire nem beszéltünk, kell majd neked hozzám egy gyűrű is. Ugye, ennek 75. Hát azt az osztókönyvmódosítót már olyanra csináljuk, hát, hogy akkor nem fog kelleni, igen. Azon gondolkodtam, még csak mostanában, hogy akkor olyan nyomtávszélesítőt kéne csináltatni, ami jó nagy a tervmentesítő része, hogy lehessen rátenni még plusz karikákat, hogy lehessen játszani egy versenyét végén mondjuk a szélességgel. Nyilván a performance faktorban ezt meg kell adni pontosan, de viszonylag nagy tűrés van, és akkor lehet, hogy aprókat lehet majd vele játszani, hogy hol a jobb, szélesebb, keskenyebb. Ja. Jó lesz így? Jó lesz így. Ne, a tartja az... Leizzadtam, de... Nem, hát a rúgó recsegett. De jó, hát ez azért az elég pacek. Igen. Csinálok is egy képet. Fasza. És akkor ide úgy mész, hogy gumi nélkül? Nem. Itt láthatjátok a sok avont ezek. Ezekkel mentem idén ugye versenyen is, meg edzésen is. Edzésen fogok szerintem jövőre avonnal, és fogunk kipróbálni új márkákat is. Egyrészt megállt a gyártásuk, hogy most már csak némittam ott elérhető. Úgyhogy, ja, még nem tudom a pontos márkákat. Pirelli, Michelin, mindegyiknek vannak jó keverékék. A Michelinnek van igazán hegyre kitalált, a Pirellinek nem annyira, viszont nagy melegben lehet, hogy az jobb. El kell kezdeni próbálgatni. Esőgumit azokat eladom, lehet, hogy abból is Michelin lesz. Abból, a tesőgumiból abszolút az a legjobb, aztán ennyi. Igen. Egy három szettel fogunk járni. Láttam egy másik autót. Igen. Az nem az, hát, jövőre. Nem. Az egy ilyen fél utcai TT, ez be van csövezve, kormány, ülés, övek. Igazából ez arra van, hogyha azért mindig szokott lenni egy-két ügyfél, aki így szeretne pályázni, megtanulni, és akkor egy csomószor előjön a probléma, hogyha nem akarja a saját autóját nyúzni, vagy nincs is autója, de nagyon szeretne fejlődni, akkor legyen egy olyan, amit ki lehet vinni. Ez egy jó kis 1.8T, Pistának egyébként ilyen volt. Nyilván minden safety cucca most már felszerelve, amire szükségünk lehet egy pályázáskor, úgyhogy ez igazából erre van tartva, hogy ezzel lehet menni és lehet tanulni. Utcai gumival, szemisztikkel. Hogy te tanítasz? Így van. Tehát én itt a jobb oldalt ülök a legtöbbször, aztán igen, padavánokat lehet tanítani. Gokartból feljövőket, akik szeretnének elkezdeni autóversenyezni, vagy csak akik amúgy is már pályázni szeretnének. És hol találják meg? Van ennek valami oldala már? Vagy? Nincs igazából idén, amit kint voltunk, arra már vártak folyamatosan, tehát volt kivel menni. Jövőre meg fogom rendesen hirdetni, aztán kitöltjük azokat a szabad hétvégéket, amik majd maradnak lehet a hegyi erdély mellett. Lehet, hogy én az egyik első tanítvány? Persze. Persze. Ha beférsz, jó, de én is beférek, úgyhogy akkor neked is jó. Miért G, téged nem érdekel? Dehogy nem. Hát azért csak meg. Nagyon jó adást forgatunk róla, jó, Bence? Jó, így ketten, így Norbival. Ezt meg is beszéltük. Na jó. Hát figyelj, szerintem te is be fogsz férni, én is pont elférek, én 184 vagyok, úgyhogy... Ja, nem úgy gondoltam a magasságot. Ja, azért. Na. Nézzem. Nem, magasság. Hát ez azért egy TT, de... Nagyon szerencsés, hogy ugye 90%-ban megegyezik a futóművei 4-es golféval, azt
farigcsálom 18 éves korom óta, tehát tök ismerem az egészet. Mm. De tehát amennyire lehet egyszerű lett hagyva, hogy üzembiztos legyen, és tanulni lehessen vele, ne szögelni kelljen. Na Ricsi, ezen meg lehet tesztelni majd különböző felniket. Hát meg nézem, milyen kormány van benne. Momó kormány van? Jaj, ezt ne vegyétek fel, nem. Hát az, ami volt. Jaj. Viszont a Pistának, amit rendelt váltógombot, csak nem vette át, mert adta közben a kocsit, az lehet, hogy jó bele. Na, akkor, nem? Itt egyébként annyi volt a lényeg, hogy nem lehetett kapni csak ilyen elég hosszú kormány átalakítót, hogy versenykormány menjen rá, és csak ebből találtam ilyen egyenes kormányt, hogy ne itt legyen. Úgyhogy most ez van benne, de hát ez hadcsavar választja el mindig attól, hogy ki legyen cserélve. Majd akkor ez lesz a következő projekt. Tehát nyilván hát első kerekes szerettem volna, mert a legtöbb ilyen belépő kategória, akár csak egy Suzuki kupa, mindegyik első kerekes és per nélkül. Tehát amilyenek a belépő autók, ez pont olyan. Na jó, akkor köszönjetek el. Szeretném neked is megköszönni, ez nagyon nagy dolog. Köszönöm. Nagyon szívesen. Aztán majd várunk versenyen titeket is. Ott leszünk. Köszi szépen.